Mezővári József álma valóra vált, újra birtokba vehették a Maroshegyi sporttelepet a fiatal labdarúgók. A kivitelezési munkák eredményéről helyszíni sajtóbejáráson tájékozódott Cserpakovics András polgármester, Brájer Éva Maroshegy képviselője, Mészáros Attila sporttanácsnok és Bozai István Székesfehérvár városgondnokságának ügyvezető igazgatója. Valóban egy régi álom, hogyha a sporttelep egészét sajnos nem is lehetett megmenteni, hiszen tudjuk, hogy itt több pálya is volt, tudjuk, hogy teniszpályák voltak a szomszédságban, de legalább ez a kis centrum megmaradhatott a sport céljára, az utánpótlás céljára, illetve a környéken élők szabadidős sporttevékenységének a céljára. Brájer Éva a terület képviselője beszélt a múltról, a beruházás elindulásától egészen a pálya átadásáig. Hangsúlyozta, hogy Maroshegy városrész képe sokat változott az elmúlt évtized során, és a fejlődés érdekében alakuló szükséges változások a sportpályát is érintették. A város azonban sokat küzdött azért, hogy a maroshegyiek lakóhelyüken sportolhassanak. Egy ember nagyon hiányzik ma innen, Mezővári József, akivel hát azért több éven keresztül együtt küzdöttünk ebben az ügyben, és aztán amikor már tervezni kellett, és már a szakmai kérdésekkel foglalkozni, akkor is ugye Józsi nagyon nagy segítségünkre volt. Nagy öröm, egyrészt azért, mert mégiscsak 2 hektár visszakerült a köznek, hiszen ez volt az alapfeltétele ennek a beruházásnak, ennek a kereskedelmi központnak, ami mellett itt lehetünk ma. Az első ütemben határidővel elkészült a füves sportpálya, a második ütemben megkezdődött az öltözőépület kivitelezése is, amelyben helyet kapott 2 öltöző, egy bírói öltöző, a tárgyaló és a szertár is. Édesapámat, a csapatnak a motorját nem régen veszítettük el, és ez az ünnepi, nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy ezt a pillanatot nem érhette meg, de ugyanakkor nagyon örülünk ennek, hogy újra itt lehetünk Maroshegyen, annak a 150 igazolt sportolónk méltó otthonra lehet ismét. A terület rendszeres gondozását Székesfehérvár városgondnoksága végzi majd. A nagyszárosság idején a gyeptéglák jó minőségűnek megtartása érdekében öntözőkút kiépítéséről is gondoskodott a cég, így fordít a figyelmet a gondoskodás mellett a gazdaságosságra is.